Szerintem abszolút nem érdemeltünk vereséget. Az első 5 perc kivételével szerintem rendben volt. Kaptunk sajnos egy gólt. Hát nehéz mit mondani, mert szerintem nekünk volt több lehetőségünk, több helyzetet tudtunk kialakítani, de sajnos nem sikerült gólt szereznünk, úgyhogy fájó ez a vereség. Nem volt könnyű érkezés, de úgy gondolom, hogy elterveztünk, azt megvalósítottuk, hiszen a görögnek mondhatom, hogy egy lehetőség volt, abból gólt szerzett, és megkezdtük a letámadást ott félpályán, nagyon sok labdát szereztünk, amivel tudtunk menni, és úgy gondolom, hogy jobban játszottunk itt, mint a hazai pályán, de sajnos olyan foci, hogy kikaptunk, de sajnos kell tovább. Számítottunk arra, hogy a görögök jobban ki fognak nyílni, jobban nekünk fognak esni. Ez így is történt, mert az első 5 percben ezt éreztették velünk, de utána szerintem nekünk volt több akciónk, több lehetőségünk. Igen, ez látszott is, hogy nagyon feltolt téged a kapitány. Mit kért tőled a mérkőzés előtt? Volt, hogy te voltál gyakorlatilag a legelső ember? Hát igen, nekem kellett megtalálnom a hatos, vagy a első védőt, én kezdtem a letadást a Szali Ádámmal, és úgy gondolom, ez nagyon jól működött, hiszen volt olyan 5-6 lehetőség, hogy megszerezzük a labdát, és egyből tudtunk menni. Szalának volt 3 fejese, Rólynak volt lövése, nekem volt lövésem, úgyhogy úgy gondolom, hogy meglettük ezzel a göröket, hiszen nem számítottak rá, hogy így letámadunk. De sajnos nem tudtunk mi élni a lehetősége, ők eljöttek egyszer, és ezt meg is bosszulták sajnos. Miben kell javulnunk az észtek elleni meccsen? Tudom észten az észtosztályban azért nagyobb területünk lesz játszani, de támadásba fejlődünk el, hiszen nagyon sokat fektetünk, hogy szerzettek legyünk és stabilak, de támadásban is azért még jobban teljesítenünk kell.